Egy másik téma, amiről szó volt a Yahoo útja weboldalon, illetve a YouTube csatornán, az a 10 parancsolat, azon belül is most, ha jól emlékszem, a 8. érkeztünk, ami a ne lopj. És felmerül számos kérdés, hogy mi ez lopásnak számít, az lopásnak számít, mindenki gyártja a szenáriókat persze, és aztán megbeszéljük, hogy mi számít annak. Aztán úgy gondolom, hogy egy általános érvényű szabály, ami nem feltétlen egy világmegváltó ötlet, de majdhogy nem, az esetek 99%-ában az ember tisztában van azzal, hogy az, amit csinál, az lopásnak minősül-e vagy nem. Elkezdve onnantól, hogy letölt egy filmet a torrentről az interneten, vagy elvisz egy WC papírt az edzőteremből, ahol dolgozik, teljesen mindegy. Az ember tudja, tisztában van vele, hogy az lopásnak számít, amit csinál, vagy sem. És egyértelmű az utasítás az pedig az, hogy ne lopj. A ne lopj az azt jelenti, hogy ne vedd el azt, ami nem a tiéd. Úgyhogy ettől mindenképpen tartózkodnunk kell, és megpróbálom majd összefoglalni azt, hogy mire jutottunk, mi is az oka annak, hogy ettől tartózkodnunk kell. Nem csak azért persze, mert a törvény ezt tiltja a világban.